30 évi csúcsra emelkedett a brit infláció. Az áremelkedés egyik fő oka az üzemanyagok rendkívül magas ára. A legfrissebb adatok szerint egész Európában, különösen a Baltikumban, de világszerte egyre több helyen okoz gondot az évtizedek óta nem látott drágulás. Magyarországon is a vártnál jobban emelkednek az árak, de szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a rezsicsökkentés, a kamatstopp és a benzinárstopp is nagyban hozzájárul az infláció féken tartásához. Egy forint hiány 1200 forintba kerül a sertésszomb ebben a boltban. Ha nem lenne árstopp, akkor jóval többet kellene érte fizetni. Mint ahogy sokkal drágában tankolhatnánk a töltőállomásokon is. A jelenlegi 480 forintos literenkénti ár már 600 forint fölött járna, ha nem lenne ársapka. Sokan bekapcsolják még esténként a konvektort, nappal ugyan kellemes az idő, de éjszaka még hideg van. A rezsicsökkentésnek köszönhetően azonban senkinek nem kell attól tartania, hogy megugrik majd a fűtésszámlája. Itthon a 2013-ban bevezetett hatósági áraknak köszönhetően most nagyjából negyed annyiba kerül a gáz a családoknak, mint Nyugat-Európában. A miniszterelnök gazdasági főtanácsadója korábban az MT-nek azt mondta, az árstoppok már 3-4%-kal segítenek az infláció leszorításában. A rezsicsökkentésnek köszönhetően 1,5-2, az üzemanyagok árának rögzítésével csak nem egy, míg az élelmiszerárak befagyasztásával pedig minimum 8%-ponttal mérséklődhet a fogyasztói árindex. Magyarországon a januári 7,9 után februárban 8,3%-os inflációt mért a KSH, ami magas ugyan, de mégsem emelkedik ki a nemzetközi mezőnyből. Magasabb a pénzromlás üteme például a balti államokban, Csehországban, de még az eurót használó Belgiumban is. A magyar infláció mértéke még régiós szinten sem tekinthető kiemelkedőnek. Az, hogy a magas infláció világjelenség jól bizonyítja, hogy 30 éves csúcson van, például a német és a brit infláció is, de az Egyesült Államok mutatószáma is 40 éves rekordokat döntöget. De a legnagyobb baj most minden bizonnyal Törökországban van. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint, ahogy az adatok is mutatják, nagyon sok helyen okoznak problémát az elszabaduló árak. A koronavírus miatt leállt gazdaságok tavaly újraindultak, és ennek következtében nagyon sok terméknél a kínálatot jelentősen meghaladta a kereslet. Már több mint egy éve ellátásbeli problémák vannak sok alapanyag, illetve alkatrészek esetében. Ez azt jelenti, hogy egyre drágábban jutnak hozzá ipari cégek ezekhez a termékekhez, és ezeket a költségeket elkezdték beépíteni a végtermékek árába. Emellett az energiaárak is már az év, tavaly év második felében elkezdtek megugrani, és ezek a költségek is rárakódnak a termelésre, illetve a szolgáltatásokra. Az inflációs ráta csökkenésének megindulása tovább tolódik. Erről a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt a monetáris tanács kamatdöntő ülését követően. Virág Barnabás szerint az orosz-ukrán háború, a nyersanyagárak gyors emelkedése a következő hónapokban még emeli az inflációt. Éves átlagban az idei évben 7,5-9,8%-os tartományban alakul az infláció. Szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy a tartományunk szélesebb a korábbi időszaknál, önmagában is jelzi, hogy a kockázatok is nagyobbak. A jegybank az egyhetes betéti kamat és az alapkamat emelésével igyekszik gátat szabni az infláció emelkedésének. Ebben a folyamatban illeszkedik bele, hogy az iránymutató kamatot kedden 1%-ponttal 4,4%-ra emelte. Az alapkamat folyamatos emelésével a befektetőknek egyre jobban megéri forintot vásárolni, és ha növekszik a kereslet a hazai valuta iránt, akkor erősödik a forint. Ennek következtében nem vagy alig drágulnak az importtermékek, vagyis csökken az infláció. Az iránymutató kamat emelésével párhuzamosan ugyanakkor a betétek kamatai is nőnek, ami a fogyasztás helyett a megtakarításra ösztönözheti a családokat. Ha pedig kevesebbet fogyasztunk, kevesebbet vásárolunk a boltokba, akkor ez is mérsékeli a pénzromlás ütemét. Az infláció mértékének függvényében a kormány készül a nyugdíjak idei pótlagos emelésére. Erre utal a pénzügyminisztérium kedden kiadott közleménye. Ha az idei 5%-os emelést jóval meghaladó lesz a következő hónapokban a pénzromlás mértéke, akkor várhatóan két lépcsőben emelik meg a nyugdíjakat, először júniusban, másodszor pedig novemberben.